Rigó Gál Pap, Vaszicska Kőbányai, Kőbányi Levente, Vargadani Szentjobbi Mérei és Kőbányi, valamint Szőke és Bezerédi csatássorra állunk föl. Tartalékok Kosztánik, Varga Zsolt, Tarbálint, Boroz Zoltán, Perger Ádám, Barta Péter és Posgai Mihály csapat ezért Sót, Lajos, Szentjobbi ott volt a közelben, nem ő kapta Mérei, megcsúszik, így is van, lőni kell távolról. Ajaj, nagyon jól fordult le az ellenfél csatár, és egy kellemetlen lövés, de Rigó résen van. Tudjuk, hogy jó csapat, hiszen ez a harmadik hely nem véletlen van számukra. Tóth Bálint meg azért is érdekes a személye, hiszen ő a NB3-os válogatottnak a szakvezetője. Hárman jövünk rá, egy leragad a labda, de még megfogja Szőke, ott van még, most lőjük meg, be középre, pont középre ment. Rosszul szerepel, egy hatalmas lövés, Szentjobbi részéről, ez igen, na. Na, mégiscsak elvállalja lehet Szentjobbi. Úgy is van, megcsúszik a labda, és mellé száll a lövés. Támadásból, mert bizony nagyon nagy helyzetben egy remek becsúszó szerelés. Egy gyorsan elvégzett, és ott van Varga Zsolt, tessék meglőni, de sajnos lapos lövését védi Bonica. Jó csavarodik, ott az ice, és egy szép gól! Varga Dani fejére varázsolt a Szentjobbi a labdát. Varga Daninak csak ott kellett állnia, ott kellett várnia a labdát, ahogy Szentjobbi oda varázsolja. Mindez az első fél idő 35. percében egy újabb jó kezdés a Bicskei pályán. Reméljük, hogy nem olyan lesz, mint a többi mérkőzésen Budafok ellen, amikor ugye vezettünk már 2-0-ra. Igen, a labdára koncentrál, meg is van. Szabálytalankodnak Gergővel. Másodszor egy Bezerédi vív nagy csatát, ott két védővel is, ketten belegyötrik Bezerédit a talajba. Jó 35 méterre. Mérei, remek a lövés, és nem pattan ki Bonicari öléből. A játékvezetőnek, hogy csere, de a játékvezető továbbint. Illetve oda megy a játékos, a nemesnek szól, figyelmezteti szóban, hogy ne szövegeljen, fejezze be a szövegelést. A játékvezető már jelet adott a szabadrúgás elvégzésére, és most visszafújja, és engedélyezi a cserét. Cserét hajt végre az ellenfél szakvezetője, hatossal új játékos, és a pályáról pedig lejött. Nem tudom még egyen, nem látom a messz számot, a nevezett játékoson. Négyes, igen. A négyes Tóth Dániel jött le a pályáról. Szabadrugás tehát csapatunk javára. Mérei. Hát most ez érdekes ítélet volt. Valamit konzultált a partjelzővel. Tehát Marosfalvi László is a pályán, a négyes Tóth Dániel helyett. Miután a játékvezető konzultált az asszisztensével, megfordította az ítéletét és szabad rúgást ítélt. Nehogy ebből baj legyen, gyerünk, jöjjön. Hát ez nevetséges, ez mondjuk tényleg nevetséges. Fut a két játékos, egyik elesik és büntetőt ítél. Kelemen játékvezető, ez egy érdekes szitu. Már eleve itt kezdődött, hogy először szabad rúgást ítélt csapatunk javára, utána azt visszavonta. És jön Dobrai Zsolt, ugye, akinek van már egy sárgapos figyelmeztetése. Reméljük, hogy Rigó Gabi megfogja Dobrai lövését is, akkor marad a eredmény. És sajnos Dobrai Zsolt behelyezte ballal oda a jobb kapufa mellé, és ezzel a Dobrai góllal a 14. percben, a második fél időben megvan az SMTK egyenlítő gólja. Bezerédi ramadik meg itt a bal oldalon. Bezerédi, egy jó badás kellene, vagy egy jó betörés. Gyerünk, gyerünk, adjuk be. Ott van, ott a helyzet. Még mindig ott a helyzet. Varga Dani visszateszi. Szentjobbi elakad a labda, lelassul. Sajnos Varga Zsolt tovább pöccinti Varga Dani irányába. Jó az, Dani, adjuk be. Egy belőtt labda, egy tovább csúsztatott. Úgy van, csak lapos ez a lövés. Ott van még, ott a helyzet, nincs helyzet. Mert ott van még mindig a vízbe. Emeljük ki. Fölkínálja Szentjobbi lövése Vargának. Majd október 9-én. Na nézzük, mi lesz ebből a sarokrukásból. Ott a fejes, és ott a labda. Hol a labda? Hát, berúgtuk a labdát. De a játékvezető megadja! Szabadrugás? Hát nem tudom, most belökték a kapust, elnézést kérek.
nem tudtam, hogy mi van. Szabadrugás kifelé, igen. Szent Jobbi lövése is elakad. Most sortűz alá veszik az ellenfél kapuját. Bezerédi egy pattan el. Mellette Levente, Bezerédi még. Bezerédi pedig be, oda rövidre, kapufa! És ott van, kipattan a labda. Szereljünk, ott van Varga Dani előtt, csak meg kellene fordulni. Rossz fele fordul Dani. Kivágják a védők, és nem hogy kivágják, pontosan ide a fölfutó ellenfél játékos, egy Szabóhoz, aki Szabó megiramodik. Hát ő sem tudjuk szerelni, már gólhelyzetben Szabó. És a hosszú balő, de jól véd, Rigó kezéből kipattan a labda. Emeljük ki a labdát, remek ez a kiemelés, és itt az ittszer, de mit csinál Bezerédi, ordító helyzetben nem találja el a labdát, és még meg is sérül Szent Jobbi szabadugása, jó szám, és egy jó védés, ez igen. Kedves Bálint, hogyan értéked ezt az egypontos sikert itt Bicskén? Hát az egypont szerintem egyik csapatnak se jó. Nem. Mind a két csapat győzelemre játszott, de ez a pálya teljesen alkalmatlan volt arra, hogy valamiféle futballról beszéljünk. Inkább a küzdelem dominált. Azt hiszem, ha ezt az oldalát figyelembe veszük, akkor egy igazságos eredmény volt. Egy kicsikét feszülté tette a mieinket, ami magától értetődés természetes, és a fél időben azt is elmondtam, hogy az a csapat fog nyerni, amelyik ebbe a küzdelembe jobban oda teszi magát. Én azt gondolom, hogy a látottak alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Ilyen szituációban, azt gondolom, ilyen csúszós pályán, ilyen 11-es nem szoktak megadni.